Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves nézőinket. Önök a Vallás és Kultúra című műsorunkat látják. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Tarna Jendrét, orgonaépítő, mestert és művész Szeretettel köszöntöm Szigeti Jenő tanárurat, állandó szakértőnket. Endre, hogyan kerültél kapcsolatba az orgonával? Gondolom ez fiatal korodban történt. Hát meg. érdekes módon, nem a szokványos módon. Úgy, úgy történt, hogy elvállaltam egy orgonának a felépítését, méghozzá Pécsen, és különböző szakemberek segítségével. És őtőlük, a kezdeti lépéseket tőlük tanultam el. Ez lakáson történt. Ez egy két kis orgona volt. Akkor nagy, nagyon bátor voltál, hogy, hogy úgy belevágtál a közepébe, orgonaépítés közepébe. Annyira szerettem az orgonát. Gyerekkorod óta. Igen, igen. És valóban olyan mesterek tanítottak, mint a Gyöpös László, aki egy nagyon nagy név ebben a szakmában. Hát már nem él, de rengeteg tapasztalata volt. És akkor és... először az orgona ö, játékba szerettél bele, a művészetbe, utána kezdtél figyelni Körülbelül... a szerkezetre, hogy hogy működik, sípok, elrendezések, mechanika. Hát ez úgy, úgy történt, hogy hogy olyan 15 éves koromtól kezdve mindig felfigyeltem, ha orgonát hallottam. Például a rádió műsorban hallottam, hogy Albert Schweitzer játszott. Aztán az Újpesti Baptista gyülekezetben, ahova én rendszeresen jártam, ott is volt egy kis orgona. Uh -huh. És amikor én meghallottam az orgonát, akkor repülni tudtam volna. Uh -huh. Hát nem véletlen a szerelem. hangszerek királynőjének nevezhetjük? Igen, hát nevezik, igen. Hát az orgon az a legsokoldalúbb hangszer, talán a világon, nem? Bátran mondhatjuk, hiszen régi-régi múltja van, ugye itt Magyarországon az Aquinkumi orgonáról, ami egy kicsi kis szerkezet volt, attól kezdve sok mindent el lehet mondani. És hát ha a nagy zeneszerzőket nézzük, a nagy klasszikusokat, akkor tényleg az orgona az a az a királynő tényleg. Hát nem akarok ünneprontó lenni, de az orgonának is vannak korlátai, attól eltekintve, hogy hogy olyan gyönyörű irodalma van, és a főleg templomi célra, vagy hangverseny célra rendkívül felemelő ez a hangzás. De van korláta, például egyszerűen azt mondom, hogy az ongorával szemben. Uh -huh. Mert ugye a, a zongora az dinamikus hangszer, vagyis billentés érzékeny, mármint a a billentés, Igen. a hangerősség az a billentés módjától függ. Ugyanakkor az orgonánál nem lehet befolyásolni a billentéssel, illetve valami, valamilyen szinten lehet, ugyanis a mechanikus orgonáknál ott szokott lenni egy ilyen sziszzenő hang, mint a fuvolánál. Uh -huh. És ha valaki hirtelen ö, megüti a hangot, hogy engedi fel, akkor sokkal nagyobb a ha viszont lassan engedi fel, akkor szinte semmit. Tehát végeredményben a... Mert ott egy túlnyomás jön létre, ugye? Tehát vagy levegő túlnyomás, és hát akkor olyan, ott igen, a egy szelet... lökés, lökés, igen, igen, egy lökés. Igen, 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 igen. És akkor tulajdonképpen akkor belekerül az egyénisége a játszónak, hm. az orgonánál. De dinamizálni azt nem lehet. Hangerőt szabályozni lehet, de a, az összes együtt, tehát így be van mondjuk zárva egy redőny szekrénybe, és azok a redőny lamellák párhuzamosan tudnak nyílni, és akkor az egész orgona rész, mert több manuális van, több billentyűzet is, lehet öt vagy hat vagy akármennyi, hát hétről tudok mondjuk a legtöbbről Atlantic city ben Tehát tegyük fel, hogy egy kisebb orgonánál, két manuál van, az egyik általában redőnybe szokott lenni, és akkor ezek a redüny lamellákkal tudunk hangerőt változtatni. De nem hangonként természetesen, hanem az egész regiszter. Az egész regiszter. egész regiszter. Régen gondolom, hogy mechanikusan fújtatták, állították elő a levegő mennyiséget, és nyilván ezek a modern világban már csendes motorokon keresztül valósul meg. Így van, de egy érdekességet azért szeretnék megemlíteni. Egyrészt az, hogy a vízi orgona az nem azt jelenti, hogy víz által szólal meg a hang hanem a víz képzi Nyomási. a sűrített levegőt, Igen. tehát mint egy lefordított tepsit, hogyha lefele nyomunk, és ott mondjuk van egy luk, akkor azon feltétlenül levegőnyomás áramlik. Aztán azt meg kell oldani szelepekkel, hogy legyen utánpótlás, mert ha elfogy, akkor vízbe úszik az ember. De még egy érdekesség, hogy e, Svédországból elég sokat dolgoztam, orgona restaurálási munkákat, és ott láttam egy olyan érdekes fújtatót, amit sehol nem láttam. Olyan fújtató volt, hogy nem ilyen ék alakú, mint a hagyományos, történt, igen, mint a hagyományos hanem, hanem voltak, körülbelül egy méterszer egy méter, és a magassága is lehetett egy méter. És nem kör alakú És négy-öt ilyen, négy-öt nem kör alakú, négy négyszögletes volt, és mindegyikben volt egy dugattyú és akkor különböző ilyen, ilyen lánc meghajtását csigákon keresztül ment, és pedállal nyomkodták. Ezek a fadugat, fadugatjuk, fadugatjuk, voltak. fadugatjuk voltak megbőrözve, és azért, hogy ne fogjon el a levegő, mert ugye, hogyha leengedjük a, a dugattyút, szól egy picit, és utána elhallgat. De egyszerre három-négy ilyen dugattyú volt. És biztosította és kínle... mindegyik, biztos... a, a holtpontokat. Két ember, és ugye két láb, az már négy működtető lehetőség. Na, és természetes, hogy ezt meghagyták, ugyanakkor megmaradt a motorikus fújtatás is, és bármikor át lehet kapcsolni. Fantasztikus, igen. Fantasztikus. Igen, hát én amikor első gimnazista voltam a fasorba, akkor hát ez közvetlenül a iskolák államosítás után volt, és még megmaradt a Fasor Evangélikus Gimnáziumnak, és a Peskó tanár úr biológiát tanított nekünk. Na most hát a Peskó tanár úr járás orgonaművész volt, mint tudjuk, és hát nagyon utálta a biológia tanítást, ezért néha úgy előre haladt a tananyagba, és akkor levitt bennünket a vasúri evangélikus templomban orgonamuzikát hallgatni. És ha valaki nagyon lassú volt, akkor mindig azt mondta, édes fiam, te olyan lassú vagy, mint egy pneumatikus orgona. Leütöm a hangot, és utána kell várni két hetet, még megjön a hang. Ez Bocsánat, ez csak ott... közben egy, egy másik megfogalmazás Igen. szerint olyan lassan működik, hát akkorát késik, a, így mondjuk, késik az orgona, hogy eljátsza a darabot, és utána leül meghallgatni. Ez Igen, egy kis túlzás. Ez egy kis túlzás, de hát a régi pneumatikus orgonáknak viszont volt egy különös hangszíne, és a, az organisták mégis szeretik ezeket a régi orgonákat. Miért van az, hogy ez a modern, csodálatos elektronikus világban azért mégis a hagyományos orgona az orgona, a többi meddig csak sípláda, hogy egy rendes organista mondja. Hát ez, ez, ez ennek a, a, az a fő oka, hogy egyrészt egy hangszóró nagyon sok hangot kell, hogy megszólaltasson, és ez egymás torzulásához is vezethet. A másik meg, hogy, hogy elég egysikó a, a hangzása ezeknek az orvonáknak, és egy bizonyos regiszterszám bekeverése után már nem fog újat jelenteni, újat mondani. Nekem volt egy elképzelésem, hogy ahány síp, annyi hangszóró, és olyan méretű, és olyan helyen, és még azokat olyan és di, digitálisan föl, fölveszi az ember ezt, és megintonálja, és az intonálás az hangszín, hangerőbeállítás, hogy az olyan természetes legyen, hogy még a, a tévedések is benne legyenek. Hmm. De hát ez kiderült, hogy, hogy lehet, hogy drágább lett volna, mint egy igazi orvona. Fantasztikus. Melyik Magyarországon a legnevesebb orgona, vagy melyek a legnevesebb Vagy orgonák? Melyek a kedvenc? Hát most a Lehotka tanár úr így fogalmazott, hogy a jó orgona fogalma nem azonos a nagy orgona fogalmával. Uh -huh. Tehát ezért az egyik, ami az ő kedvence volt Soproni Szent György templomba. Egy, eredetileg egy, de aztán két manuálosra bővített hangszer, azon van felvétele, akkor Orosházán is van egy, amelyik nekem legjobban személy szerint tetszik, az mezőberényi evangélikus tótemplom. templom. Egy régi régi mechanikus van Két manuálos, gyönyörű hangja van. És a klasszikus, a nagy templomok, az Esztergomi Bazilika, vagy a budapesti Szent István Bazilika, ezeknek az orgonaik. Biztos, hogy ezek is nagyon értékesek, csak ezek már inkább a nagy orgona kategóriába tartoznak. Tehát az egyik, a másik az, hogy az első osztályú orgonák ö, tulajdonságához hozzátartozik, hogy a vezérlésük mechanikus. Uh -huh. Tehát ö, abszolút precízen, pregnásan lehet nagyon rövid szakkátókat is. Most addig a pneumatikus, illetve elektropneumatikus, tehát a kettőnek a kombinációja, ott már nem a, a billentéstől függ a szaporaság, hanem egyszerűen a mechanizmustól. Tehát hiába engedem én fel, nagyon gyorsan azt a hangot nem fog olyan hamar elhallgatni, mint egy mechanikus. Uh -huh. És a másik pedig az, hogy úgynevezett uh, csúszka rendszerű szélládák, amelyiknek a rezonanciája egy töbletet ad. A, a hangzás Hangzásos. tekintetében igen. Miért van az, hogy ha azt mondom, hogy vallás, és én ez alatt most keresztény vallást értek, és ha ehhez a valláshoz szeretnék egy hangszert párosítani, akkor a legtöbbünknek orgona jut az eszébe. Annyira uralja az elmúlt évszázadokon keresztül, a kereszténység mondani valóját az orgona, hogy igazából talán még a hegedű, de inkább az is csak orgona kíséretbe zárkózhat fel az orgona mellé. Hát a feljegyzések szerint a 9.-10. századtól kezdve használtak templomi orgonát, tehát a templomokba orgonát. Hát ez már önmagában olyan dolog, hogy ez már Ezer. 1100 év, tehát gyakorlatilag Igen. a honfoglalásunk Igen. előtt, vagy a honfoglalásunk után követően már itt van az orgona az emberiség kultúrájában. Olaszországban építik Németországba az első híres orgonákat? Hát én a, a Németországban tudom a, a legjobb orgonákat. Schnittger, meg Zilberman orgonák, uh -huh. ezek talán a, a leghíresebb. A magyar orgonák nemzetközi összehasonlításban hol állnak? Hát van egy nagy nehézség, mert egyrészt ö, meg, megszűnt elég sok mechanikus orgona, hát éppen az, azért, mert átálltak a billentés nehézsége miatt. Tehát egy több manuálos mechanikus orgonánál, ha össze vannak kapcsolva, tehát kopulázva, akkor olyan nehéz a billentés, hogy szinte játszhatatlan. Egy három-négy manuálos orgonánál különösen. Na most ezért aztán ez az irányzat abban a század elejétől kezdve, hogy megkönnyítik a billentést, igaz, hogy elvesztik ezzel a közvetlen mechanikus vezérlést, de akármilyen, tehát akármilyen nagy orgonát, a megszólaltat az ember, ugyanolyan könnyű a billentése. Uh -huh. Tehát uh -huh. ez egy tulajdonképpen egy becsapás valamilyen szinten, de az is igaz, hogy, hogy bizonyos nagy orgonákat nem nagyon lehetett megcsinálni mechanikusan. Van-e valamilyen jellegzetes fa, ami nem tudom én, egy orgonát jellegzetessé tesz, vagy a sípöntés anyaga összetétele, mit tudhatunk erről? Hát azt is tudhatjuk, hogy rengeteg anyagot megpróbáltak. Uh -huh. Papírtól kezdve elefántsontig, ébenfa, azt, azt ma is használhatják jó, nagyon drága. De aztán kialakult az, hogy mi, mi, mely anyagok azok, amik a legkedvezőbb hangzást adják. Többek között az egyik a, a tölgyfa is egy kitűnő anyag, a fenyőfa is rezonáns fenyő, aztán mahagónit is használják, és a fémek közül pedig hát egy időszakban lecserélték az onsipokat anyagi okok miatt, és áttértek horgany sípokra, főleg a homlokzat, legtöbb homlokzat. Hát ez, ez lényegesen olcsóbb, de hangminőségben az on, on sípa a legkedvezőbb. És hát vörös jó is gondolom, hogy nehezek. a komoly tartószerkezeteket kell van, ott van. van. amikor a síplábat belülről megerősítik egy plusz lemezanyaggal. És csak leforszál. az kívülről nem lehet már Nem látni. de belülről csak igen. Körülbelül igen. az orgonának, egy ilyen nagy orgonának hány sípja van? Van, mert kívülről ugye látunk néhány tucatot. Hát, eh, most belülről ez... gondolom, hogy sokkal több láthatatlan én kis van. sípok vannak. Igen. Mondjuk ha vesszük a, nem tudom én, a Szent István Bazilikát, körülbelül. Satszolni, satszolni lehet. Satszolni, satszolni körülbelül, lehet. nem tudom én, két-háromszáz ö... síp lehet? Ne, ne, nem Nem, 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 több ezer. Több ezer. Több ezer. Na, úgy, úgy ö, egyszerű számolni, hogy egy manuál, egy regiszter, tehát ahol egy soros regiszterek Igen. vannak, akkor az 54-56 síp, egy regiszter. Ha több sorosak, mint például vannak mixtúrák, 4-5 soros, lehet 7 soros is, akkor az 7x56 vagy 58. Attól függ, hogy a billentyű meddig terjed, hogy F-ig, G-ig vagy a -ig. És hát az anyag, anyag szempontjából az ón-ólom ötvözet, ami igazán bevált. Nem tiszta ón, hanem a homlokzat számára, hogy fényes legyen, és a hangzása is fényes legyen. Mert kettő érdekes módon együtt jár, hogy 75-80 százalékos szokott lenni az ilyen igényesebb anyag, és 20 százalék ólom. Uh -huh. És aztán hát az ón az is olom, már egy ötözet, ugye? Az ón is öt, már egy olom, ötözet. ón igen. Aztán bizonyos egyéb fémek is szennyezőként belekerülnek, az, az, nem sokat befolyásol. Na most a vörös rész az még egy elfogadott anyag, de kis nem, tehát csak inkább a nagyobbaknál. Nagyobbaknál. Igen. Na, beszéltünk, megemlítetted Albert Schweitzernek a nevét. Ő az orgonának is egy nagy mestere volt egyrészt egy én nagyszerű van. ember, kiváló teológus, ezt szokták legkevésbé Poli mondani. Polihisztor. Poli azért, én mert őserdő az orvosa, ugye a Lambarénében van egy kórháza. Ő írta Johann Sebastian Bachnak a muzsikájának az anyanyelvét írta meg tulajdonképpen. És én azt szeretném kérdezni, hogy vajon a nagy zeneszerzők mennyire kötöttek a saját orgonájukhoz? Tehát a játszhatósághoz, stb., illetve ennek az ellenkezőjét kérdezem, uh -huh. hogy ma, ha játszunk, a Johann Sebastian Bachot nem hamisítjuk, amikor mondjuk egy modern hangszeren, modern technikájú hangszeren játszunk? Hogy látod ezt, mert nem csak ilyen orgonaépítő, vagy orgonaművész is van? Igen. Hát azt próbálja a legtöbb orgonaépítő, ha nagy orgonát épít, akkor megpróbálja összehozni, hogy hogy legyen mindenféle hangzás, barokk hangzás is, Igen. És francia is. De hát azért általában egyféle szokott, egységes szokott Igen. lenni. Tehát hát az orgona megmondja, hogy mit kell rajta játszani. Így van. Ez, a, ez az egyik része a dolognak, a másik része az, hogy, hogy valóban a meghatároz, a hangszer meghatározta sokszor a, a kompozíciót, de fordítva is, hogy Bach például átalakította több esetben, az, az orgonát. Regiszter, Regiszterváltozásokat. Hát, tehát, hogy több színű legyen. Ne, úgy nevezik a, az alapfekvés, az nyolc lábasnak nevezik. Nem lábas, hanem Igen. láb hosszú. Ugye? És ez azt jelenti, ez az, alap, a, ez az alapfekvés, a, a négy lábas az fele hosszú, és egy oktával magasabb, a két lábas az két oktával magasabb, és így, így megy ez tovább. Aztán természetesen vannak még, még nem csak oktávok, hanem kvintek is vannak, meg szeptimek, meg tercek, tehát nagyon sokféle felhangja is lehet, de alaphang mindenképpen kell hozzá. Na most a, a mélyebb fekvések, főleg a pedáljáték szempontjából nagyon fontos, hogy 16 lábas legyen, vagyis egy oktával a mélyebb fekvés. A nagy orgonákon ott, ott még több ö, lábszám. És, és igen, Bach belenyúlt ezekbe a dolgokba, és ugye ezzel azt érte el, hogy nem csak egy, nyolc lábas regiszterek, vagy, vagy, nem túl zömében, többségében nyolc lábas fekvés, hanem mindenféle. Tehát ezért aztán egy kis orgonánál is csak egy darab úgynevezett nyolc lábas alapot használnak, és utána feltétlen négy lábas, két lábas, egy egész az már kvint például. Igen. Tanítják ma az orgona építést? Van ilyen szak elméletileg? Úgy tudom, hogy igen. Magyarország azért úgymond orgona nagy hatalom, vagy inkább a kicsik közé tartozunk? Hát nem mondhatné, hogy orgona nagy hatalom. Nem. nem. Hát az utóbbi időben készült egy-két nagyszerű orgona, mint például a műpa, orgonája, és az, ahogy én látom. Magyar háttérből készült, magyar a tervezés alapján? É, igen, azt hiszem Baróti István, aki most nemrég halt meg néhány napja. Hmm. Nagyszerű orgonaművész és tervező. Hát ő tervezte az Esztergomi Bazilikának az orgonáját és, és ő segített, vagy, vagy, felügyelte tulajdonképpen. És ez az orgona, ez a, a műpában, ez mechanikus is, és elektromos is, tehát két játszóasztala van. Lehet átváltani. Az egy, igen, az, az elektromos játszóasztalat azt lehet ide-oda gurítani, tehát különböző helyekre tenni. Hát ez megvan az igen. gyülekezetben. Igen, is. a székely talán Viszont van egy, egy beépített, a szekrénybe beépített része, ami kötött, tehát a mechanikus része. Fantasztikus, igen. fantasztikus. No, még egy kicsikét az építésről, hogy ma Magyarországon a Pécset említetted, hogy ott kezdtél tanulni. Igen. A és pécsi nagyon a pécsi orgonaépítés. Éppen a pécsi orgonaépítésről, hogy hogy van ez, mert ott régi múltja van, mert mindenki dicsérő, hogy én pécsi Org angszer orgonám van Pécsről. Ezt szokták mondani a templomba, ha ellátogat az ember, és a műemlékek után érdeklődik. Hogy volt ez a Pécsi hát, iskola? Először is a Angsterrel kapcsolatosan én találkoztam még Angster szakértővel, aki átvevője volt egy, egy munkának zegsárdon. Uh -huh. De végül is szerették volna újra éleszteni a nevet is, Igen. tehát hogy Angster cég, de nem járultak ehhez hozzá. Uh -huh. Uh -huh. Például Angszernek egyik lánya a, ő olyan tudós, hogy olyan elemzéseket csinált a hangoknak a keverése alapján, elemzése alapján, tehát hogy, hogy nagyon messzire eljutott a, a megismerésben, a technikai részében. Igen. Ma hol van Orvon a gyár, ha valaki... Hát Ugye, van. Kérdés. kérdés. Inkább ezek, gondolom, ilyen kisebb, cégszerű megrendelésre kérdés. működő dolgok. Nyilván most nem az elektromos orgonáról beszélünk, hanem a rendes orgonáról. Ezek megrendelés alapján. Nem igen, hiszem, hogy ott van -e a, a, a legyártva a raktárba, és azt mondják, hát igen, akkor megyünk és összeszereljük. Van egy kivétel azért, hogy igen. előre is gyártanak kis hordozható orgonákat. Úgynevezett kontinuó pozitív ezek három, négy, öt regiszteresek, legfeljebb hat, és ezeket úrítani lehet, és a, ezeknek a feladata az, hogy egy-egy énekkari műben, vagy akár szimfonikus műben is, ha szerepeltetni akarják az orgonát, akkor elég az a néhány regiszter. És nem kell, nem, oda fölépíteni a helyszínen egy komoly orgonát, és ez szállítható, Igen. és a többi. Na most ez a kontinú pozitív, én például láttam az interneten ilyen ajánlatokat, hogy hogy már elkészült és meglévő orgonák vásárolhatók. A legnagyobb cég, amiről én tudok, az pont a Pécsi cég, akik közreműködtek ebben a műpa orgonal felépítésében is, elkészítésében nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Gazdagabbak lettünk az orgonával, és mindegyikünknek a gondolatában szépen felhangzik, bachnak valamelyik orgonajátéka. Megköszönjük Szigeti Jenő tanár úrnak a szakértést. Elköszönünk a nézőktől. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látták. Viszont látásra, Isten áldja önöket!